Rossz azon kevés magyar 20. századi művészek közé tartozik, az közelmúltból, akik szélesebb körben is ismertek. Nem sokan vannak ilyenek, mert egy olyan örök álomvilágot fogalmaz meg, ami úgy tűnik, hogy sosem avul el. De a művészet történetileg talán csak az elmúlt időben sikerült őt egy kicsit helyre rakni, sőt, mondhatom azt, hogy rehabilitálni. Tehát újra értelmezni, és szó szerint újra értékelni. Visszanézve bátran mondhatjuk, hogy a Kondor Bélával együtt az 50-es évek végén feltörekvő új grafikusi nemzedéknek az egyik legmeghatározóbb egyéniségéről van szó. És hogyha erre a perspektívára, erre a történeti perspektívára irányítjuk a figyelmünket, akkor már is mondhatnánk azt, hogy kicsit széthúzzuk a csipke függőjét, akkor mögötte egy a maga korában nagyon merész és újszerű világ tárul elénk. A részkarc, ez egy fekete-fehér műfaj volt, ami, amit édesapám megtanult, és ebben volt tehetsége, de ez, ez az ő kereteit ezt leszűkítette, és azon volt, hogy hogyan lehetne ezt kitágítani a részkarcnak a több mint 500 éves technikai kereteit. Érezte, hogy valahogy a színeket be kéne csempészni, és valahol, valahol itt jön vissza a édesapától, hogy ez a festői hajlam, meg a festői színkezelésnek a hatása. A késő reneszáz perspektíva, amit annak nevez mindenki, ugye az távolba összefut. Ő meg azt mondta, hogy nem, a csoda jön. Tehát lemondott erről a perspektíváról, és egy szőnyegszerűséget csinált. Tehát az, hogy a igazi perspektíva, az felénk nyitott, és ott jön be a csoda. Ezt, ezt megrajzolt, szóval így, így komponált. A kompozíciónak eleve díszítőnek kell lenni azzal lehet a csodát legjobban lehívni. Ez a világ, amit ő elkezd kiépíteni, szőni maga köré a 60-as évek elejétől, ez egy gyerekzetesen szürrealista, mágikus, realista világ. Hogyha közelebb megyünk és aprólékosabban megnézzük, akkor tárulnak föl azok a furcsaságok, irreális látványosságok és látomások, amik egy ilyen második valóságot teremtenek a, a felszín mögé. Itt fontos kiemelni ezt a szürreális részletgazdagságot, ami kezdettől fogva jellemzi a képeit. Megszoktuk a modern festészetben, hogy a nagy festményeket messziről nézzük, hátralépve négy-öt lépést, befogadjuk az egész látványt. Itt viszont egy olyan mágikus, realista képi világról van szó, ami feltételezi a közelnézetet, az aprólékos figyelmet, azt, hogy tulajdonképpen szinte kiolvassa a néző ezeket a műveket. Ugye nem véletlen, hogy nagyítók kell az alkotásukhoz is, meg sokszor az értem befogadásukhoz is. Hogy mint egy ilyen írtózás az űrtől, tehát hogy minden pillanatát kihasználta a részlemeznek, vagy, és utána az egész, egész Műnek, és ezekbe az ember nem is tudja egységesen nézni, hanem kis apró sorokba végig kell nézegetni a, a munkákat. Teljesen egyedülálló. Tényleg, ha végignézzük a magyar grafika történetét 60-as, 70 vannak rokonok, vannak, de hát ugye, amit nagyon kevés művészről lehet elmondani, hogy Grosanod, az csak egy van.